Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy azzal a céllal kerestél meg, azért váltottál meg és haltál meg érettünk, hogy mi a te gyermekeidként, egy közös testtagjaiként éljük meg ezt a földi életet. Uram, látod, hogy mennyi akadálya van ennek a mindennapokban. És te látod, Uram, hogy legtöbbször az énünk, az indulataink és sok minden egyéb ott áll közöttünk, ami nem engedi, hogy együtt gondolkodjunk és együtt cselekedjünk. De köszönjük, hogy ha visszatekintünk az életünkre, akkor láthatjuk, hogy te csendben lebontod ezeket az akadályokat. Urunk, úgy szeretnénk ma délután is előtted állni, hogy engedjünk a te munkádnak. Ha éppen lebontani akarsz valamit, vagy lerombolni, akkor annak. Ha valamit építeni akarsz, vagy megértetni velünk, akkor annak hadd tudjunk engedni. És köszönjük neked, Urunk, hogy te szeretnéd olyanná formálni a mi életünket, ami kedves előtted. Hadd legyen nekünk is célunk ez. Hadd tudjuk úgy megélni a napjainkat, a tőled kapott kegyelmi időt, hogy abban keressük a te jó tetszésedet. És hadd legyenek nekünk fontosak azok a dolgok, amik valóban kedvesek előtted. Kérünk, adj megértést most is a te igédben. És amit elkészítettél számunkra, az hadd legyen eled elől a mi lelkünknek. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak az első korintusi leveléből olvasom, a 10. részből, a 10. rész első 12 versét, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. Az első korintusi levél 10. részéből, az első 12 versből így szól hozzánk Isten igéje. Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket. Ez a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségük elhullott a pusztában, mert Isten nem kedvelte őket. Mindez példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyünk, mint azok közül némelyek, mint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. Ne is paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek. És elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Ne is zugolódjatok, amint közülük némelyek zugolódtak, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen történtek velük, és a mi tanúságunkra irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nagyon sok szó esett már arról, hogy Isten, amikor kézbe veszi az életünket, átformálja a látásunkat. És megtanít Isten helyesen szemlélni a jelenlegi helyzetünket, megtanít Isten helyesen szemlélni a jövőt, és most ebben a felolvasott igeszakaszban szeretne Isten megtanítani bennünket helyesen látni a múltat. A keresztény embernek nagyon fontos az életében, hogy helyreálljon az a látás, amivel a múltat szemléli. Miért?
Azért, mert hajlandóak vagyunk erről tudomást sem venni. Borítsunk fájtlat a múltra. Ne is foglalkozzunk vele, ne is törődjünk vele, hogy mi volt a múltban, az már úgyis elmúlt. Az Isten népének meg kell tanulnia helyesen szemlélni a múltat. És igen, meg kell tanulni azt is, hogy azokban a múltbeli dolgokban, amiket Isten láttat velünk, meglássam mindazt, amit Isten velem tanítani akar. Mi az, amiből okulhatok? Mi az, ami lehet, hogy jó vagy rossz példaként ott volt a múltban? Mi az, amit tovább kell vinnem, és mi az, amit el kell kerülnöm? A keresztény ember tehát helyesen kell, hogy lássa a múltat is. Egy ilyen múltbeli visszatekintés történik itt ebben a 10. fejezetben, amikor Pál apostol arról beszél a korintusiaknak, hogy mi történt azzal a néppel, akit Isten kihozott az egyiptomi fogságból. És ilyen dolgokat olvashatunk az igében, hogy ők voltak azok, ami atyáink, akik mindnyájan átmentek a Vörös-tengeren. Mindnyájan látták az Isten vezetését éjjel tűzoszlopban, nappal felhőoszlopban. Mindnyájan tanúi voltak annak, amikor elpusztult az egyiptomi sereg a Vörös-tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledeltették. Amikor Isten szólt, akkor Mózes mindenkinek elmondta ugyanezeket a dolgokat. Ugyanazt a törvényt kapták. Ugyanazokat a csoda dolgokat élték meg és szemlélték. Ez Istennek egy nagy kegyelmi ideje volt. És ebben Izrael népének része volt. És mégis azt írja az ige, de többségük elhullott a pusztában. És mond itt egy nagyon különös okot, hogy miért. Azt mondja, hogy azért, mert Isten nem lelte kedvét bennük. Nem különös, hogy mindnyájan ugyanazokat a dolgokat élik át, mégis a nagy részük elpusztul. Itt ugyanazokról a dolgokról van szó, testvérek, amiről már sokszor beszéltünk az elmúlt pár hónapban. Hogy vannak olyan külső dolgok, amiket mindnyájan megélnek emberek. Ezek azok a külsőségek, ami mindenki számára látható. És itt arról van szó, hogy többször előfordul egy olyan szó, amit így mond az ige, hogy mindnyájan. Isten mindnyájuknak megadta ugyanazt a lehetőséget. Nem azt mondta, hogy a nép fele kijöhet Egyiptomból, a másik fele meg nem. Nem is azt mondta, hogy akik mondjuk régebben imádkoznak, azok jöhetnek, akik egyáltalán nem imádkoztak, azok nem jöhetnek. Nem azt mondta, hogy némelyeknek leszek világító oszlopú, némelyeknek nem. Nem. Azt mondja az ige többször egymás után, hogy mindnyájan. Ez egy általános kegyelem volt az Isten részéről. Mindenkinek része volt benne. Ugyanazt láthatták. Ugyanannak lettek részesei. Mit jelent ez a mai élő embernek? Azt, testvérek, hogy Isten ezeket a dolgokat a történelemben újra meg újra megismétli. Egy kicsit fordítsuk le ezt az ószövetségi példát ma, a mai élő gyülekezetre. Akik itt ülünk, nagy részünk mindnyájan részese volt egy rendszernek, egy átkos rendszernek, ugye? Felnőttünk a kommunizmusban. Úgy tekintettünk erre, mint valamiféle rabságra. Isten úgy döntött, hogy véget vet ennek. Bizonyára sokan imádkoztak ezért, hogy legyen vége. Mikor vége lett, Isten nem maradt tétlen, hanem mindenki számára biztosított egy lehetőséget arra,
hogy halljon evangéliumot. Sokan elmondják ezt, mi történt abban az időben. Ez egy új dolog volt. Mindenkinek biztosított Isten lehetőséget, hogy bejöjjenek templomokba. Ott is, ahol addig templomba jártak, és olyan helyeken is, ahol addig zárva volt a templom. Isten megnyitotta. Mindenkinek lehetőségében állt, hogy evangelizációkon, alkalmakon vegyen részt, ahol hall az Isten kegyelméről. Ha akart, konfirmált, ha akart, megkeresztelkedett. Mindenki előtt nyitva volt a lehetőség. Mindnyájunknak adott Isten lehetőséget a megtérésre. Mai napig mindnyájunknak lehetőségében áll a bűnbánat és a megtérés. És valahogy a folytatás ugyanaz, mint amit olvastam a 10. részben, de mégis sokan közülük elvesztek. Mégsem ment be mindenki az ígéret földjére. Miért? Azért, mert kívülről nézve ugyanazt éljük meg. Ha a minket látó emberek, akik ma délelőtt vagy délután láttak minket, megkérdezik, hogy hová megyünk, mindnyájan ugyanazt a választ adjuk, a templomba. Vagy Isten tiszteletre. Ha hétközben megkérdeznek, egy-egy este, hová megy, bibliaórára. Mindnyájan. Mindnyájunknak van egy külső élete, ami mások számára látható. De van egy láthatatlan része. És ez a lelkünk. Izrael népét becsapta a gonosz. Mert kívülről bár mindnyájan ugyanazt élték át, ugyanannak voltak a részesei, és mégis azt írja róluk az ige, hogy a lelkükben gonoszt kívántak. Némelyek paráznák voltak, némelyek bálványimádók, némelyek zúgolódók, némelyek kísértették az Urat. Van egy látható, és van egy láthatatlan része az életünknek. És mégsem a látható része miatt vesztek el, hanem a láthatatlan része miatt, amit viszont Isten látott. Becsapta őket a gonosz a külsőségekkel. És hadd mondjam azt, testvérek, hogy ma is ezzel csap be a gonosz. Egy nagy eszköze az ördögnek az, hogy azokban a dolgokban, amit külsőleg megélünk, elringasson bennünket a gonosz, és időről időre megnyugtasson, hogy jó van ez így. Elég ez így. Nem kell ettől messzebb menni, nem kell ettől több. Teljesen jó. Nem kell, hogy mélyebbre menj. Nem kell, hogy jobban elgondolkodj egy igény. Nem kell, hogy jobban megérts egy igét. Jó van ez így. Amit ők tettek, azok a külsőségek nem lettek hatással az ő belső életükre. Ez egy nagy buktató. Testvérek, rajtunk múlik az, hogy a minket ért, a minket körülvevő dolgokat mennyire értjük meg, és mennyire engedjük, hogy hasson a mi lelkünkre. Mennyire engedjük meg Istennek, hogy a minket elért dolgok által tanítson, vagy formáljon bennünket. És kimunkáljon bennünk olyan dolgokat, amit lehet, hogy éppen abban a helyzetben kell megérteni. Mi sokszor leragadunk annál, hogy valami fájdalmasan érint, vagy örömteli. És kész. Ha jó, ismétlődjön meg, ha fájdalmas, múljon el, és ne ismétlődjön meg többé. Amikor Isten részesít kegyelemben, jólétben,
az jó. De mégsem kérdezzük meg az Urat, hogy Uram, van valami célod ezzel? Akarsz valamit üzenni ezzel? Ha békeidőben élünk, nagyon jó, maradjon így. De nem kérdezzük meg Istentől, hogy Uram, ezekben a békeidőkben nem az kellene, hogy többet legyek csendben, mert most van rá időm, meg most van nyugalmam, és többet tudok foglalkozni a Te igéddel. Amikor rossz dolgok történnek, történik egy haláleset, nem szoktuk megkérdezni, hogy Uram, van üzeneted az én számomra ezáltal? Amikor veszteség ér, amikor belebukok valamibe, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, hiányzik az életünkből a mérlegelés. Jó értelemben is, meg a rossz dolgok következtében is. Ugyanez hiányzott a zsidók életéből, amit itt Pál elmond, hogy ők meg voltak elégedve azzal, ami külsőleg történik velük. Ó, hát velünk van az Úr. Melyik nép az, aki ugyanezt elmondhatja, amit mi mondhatunk el, hogy Isten kísér bennünket felhőoszlopban, tűzoszlopban, ketté nyitja a vörös tengert, ott vészel az egyiptomi hadsereg. Hát Isten csoda dolgokat tesz velünk, táplál bennünket, eledelt, italt ad a pusztában. Nincs is más ilyen nép. Elvesztek a külsőségekben, és elveszett a lelkük. Megvakította őket az, ami külsőleg történik, mert nem voltak hajlandóak látni, hogy mi van valójában belül. Isten meg ebben nem lelte kedvét. Olyan különösek ezek a dolgok, hogy mindenkivel ugyanaz történik, mégsem ugyanazt váltja ki belőlük. És ez hadd legyen válasz is a mi kérdéseinkre. Sokszor feltesszük mi ezt a kérdést, hogy hát nem ugyanazt az igét hallotta, nem ott ült, nem ott volt, ahol én voltam. És nem változik semmi. Azért testvérek, mert az, hogy ugyanabban az épületben ülünk, és ugyanazt az igét halljuk, és ugyanarra az imádságra mondunk amment, ez messze nem jelenti azt, hogy ugyanaz a változás megy végbe a mi lelkünkbe. Messze nem jelenti azt, hogy ugyanolyan nyitott lélekkel ülünk itt. És egyáltalán nem jelenti azt, hogy lélekben itt vagyunk egyáltalán. Lehet, hogy valahol a gondolataink teljesen máshol kóborolnak. És már csak arra riadunk fel, hogy a papám ment mondott. Azt mondja az ige, hogy sokan elvesztek közülük. Sokan azért, mert gonoszt gondoltak a szívükben. Hányszor ültünk itt úgy, hogy a szívünkben teljesen másod gondoltunk, mint amit Isten akart megértetni. Nem volt összhang a gondolkodásunkban. Akár gonosz dolgokat gondoltunk, akár zúgolódtunk, akár parázna kívánságok, akár bálványimádás. Közben meg abban ringattuk magunkat, hát ugyanazon az Isten tiszteleten vagyunk. Jó helyen vagyunk. De milyen lélekkel? De milyen lélekkel? Ha kívülről nézték volna akkor Izrael népét, és megkérdezték volna a környező népeket, hogy szerintetek jó dolga van Izrael népének, azt mondták volna, a legjobb. Szerintetek mi van a lelkükben? Nem tudjuk. Sőt, talán még azt is elmondták volna, hogy na egy ilyen nép, aki ennyi mindent megél, ennyi kegyelmet kap az Istentől, ennyi jóban részen, az nem lehet, hogy ne térjen meg, az nem lehet, hogy a szíve ne változzon meg. Hadd mondjam el, testvérek, hogy ránk sokszor így néznek. Hallgatva más gyülekezetekből embereket, sokszor elmondják, hogy nálunk biztos minden rendben van. Nálunk biztos nagyon sok istenfélő áldozatkész ember van. Nálunk biztos nem történnek olyan rettenetes vagy olyan cégéres dolgok, amik más falvakban történnek.
És meg szoktam kérdezni, hogy miért ne történnének. Testvérek, az, hogy ugyanazt halljuk, az nem garancia arra, hogy ugyanaz történik a lelkünkben. Sőt, biztos, hogy sok minden zajlik le a lelkünkben, a szívünkben. Az a kérdés az ige kapcsán, kedvét leli-e benne az Isten? Kedvét leli-e benne? Van egyáltalán ilyen cél, ilyen törekvés bennünk, hogy Uram, amit megélek, szeretném, hogy a kedvedet leld benne. Én megvallom őszintén, hogy sokszor nekem ez nem jut eszembe. Sokszor elveszek a mindennapok feladatában, és örülök, ha elvégzem, örülök, ha elérkezem. Nem mindig fontos ez. És talán sokan vagyunk ezzel így. Olyan szörnyű dolog hallani ezt és olvasni az igéből, hogy elvesztek sokan, mert Isten nem lelte kedvét bennük. Olyan dolgokat hordoztak a szívükben, amire csak ennyit mond az ige, hogy gonoszt gondoltak. Ami nem Istentől való volt. És hagyták, hogy ez ott maradjon a szívükben. Valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy hát vannak ilyen dolgok, ami nem Istentől van, vannak ilyen kívánságok, indulatok, meg ilyen gonosztól való, de hát majd csak egyszer megtisztulunk tőle. De mikor? Biztos, hogy lesz rá időnk? Amit péntek este kérdeztem, hogy ha megállna most a szívünk, akkor hol nyitnánk fel a szemünket? És ha éppen egy olyan gondolatsor közepette áll meg a szívünk, éppen egy olyan úton áll meg a szívünk, akkor mi lenne velünk? Ugyanebben vesztek el ezek az emberek. Nem használták ki azt az időt, amit Isten adott nekik arra, hogy megváltozzon a szívük. Hagyták, hogy megmaradjon gonosznak. És nem hagyták, hogy mindaz, amivel Isten körülvette őket, az átváltoztassa az ő szívüket. Oda vezesse Isten elé az ő szívüket. Belül ugyanazok maradtak. Ugyanazok. Sokan imádságban hálát szoktunk adni azért, hogy tart az Isten kegyelmi ideje. Ez igaz. De mit érünk vele? Mert ennek a kegyelmi időnek akkor van értéke, akkor van eredménye, ha hagyom, hogy ez alatt a kegyelmi idő alatt végbe menjen bennem az a változás, amit Isten akar elvégezni. A kegyelmi idő se jó mindenre. Csak akkor, ha abban egy kegyelmet tapasztalt ember leszek. Testvérek, ebből a gyülekezetből hány ember ment már úgy el, hogy csak annyit tudtunk róla elmondani, hogy templomba járt. De nem tudtuk róla elmondani azt, hogy lelkileg újjászületett ember. Miért nem tudtuk róla elmondani? Mert nem volt mit elmondani. Mert minden maradt a régibe. Oda járt, ahova mi, azt hallotta, amit mi. És lehet, hogy elveszett. De ez a veszély fenyeget minket is. Ha a lelkünk a régi maradt. Mond egy olyan igét Pál, amit mi nagyon sokszor szoktunk emlegetni, de most jó lenne felemlegetni saját magunknak. Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy állnássék. Ha minket az Isten talpra állított, és el tudunk mondani az életünkből bizonyságként egy kegyelmi történetet, amivel Isten talpra állított, kiemelt dolgokból, és ezt gondoljuk, hogy most jól állunk.
Azt mondja az Úr, akkor vigyázz, hogy elnehess. Egy olyan szó van itt, ami a megszédülést példázza. Vigyázz, ne szédülj meg attól, hogy te állsz. Vigyázz azokra a dolgokra, óvakodj azoktól a dolgoktól, amik elszédítenének. Ezt meg tudni kell mindnyájunknak, hogy mi ez. Hogy mitől szoktunk megszédülni, sokszor magunktól. Sokszor olyan dolgoktól, amik olyan jó lesőek, táplálják a büszkeségünket. Azt mondja az ige, vigyázz. A múlt példája az egy vigyázó életre int. Vigyázz, mert a múltban sokan elestek. Azt gondolták, hogy jó helyen vannak, azt gondolták, hogy jól állnak, de nem gondoltak arra, mit hordoznak a szívükben. Vigyázz! Testvérek, a legjobban nem az szédít meg minket, ami kívül van, hanem ami belül. Amit magunkkal szoktunk megbeszélni, amiben magunkat megnyugtatjuk, amiben magunkat ringatjuk, ezek sokkal jobban hatnak ránk, mint a külső dolgok. Vigyázz, azt mondja az Úr. És mond egy fontos dolgot, amik megirattak, példaként történtek, és ami tanúságunkra irattak meg. Példa és tanúság. Az az üzenete az Úrnak ma, hogy tanuld meg példaként és tanúságként kezelni a múltbeli példákat. Azoknak a példáját, akiket elszédített a gonosz. Nehogy így járj. Ha téged Isten talpra állított, és lábra állított, vigyázz, el ne ess. Kerüld azokat a helyeket, ahol eleshetsz, és vigyázz azokkal a dolgokkal, amik szédítenek. Isten nem azért állított talpra, hogy szédelegjünk. Nem azért állított talpra, hogy aztán a gonosz ledöntsön, hanem azért, mert a talpra állás után jön az elindulás. Isten azért állít nap mint nap lábra minket, hogy haladjunk, járjunk az általa kijelölt úton. Azt elesve, elszédülve nem lehet. Az csak talpon állva lehet. Isten egy ilyen haladó életre hív, amiben nem veszem le a tekintetemet azokról az intő dolgokról, amiket Isten azért iratott le, hogy tanuljak, okuljak belőle. Hadd tanítson meg Isten így szemlélni a múltat, és ez meg hadd határozza meg azt, hogy hogyan indulunk neki minden nap a jövőnknek, és hogy éljük meg a jelenünket. Amen. Urunk, hadd köszönjük meg azokat az intő példákat, amiket te nem hallgattál el előlünk, még akkor sem, ha azok veszteségekről, bukásokról szólnak. Köszönjük, Urunk, hogy ezek által is inteni akarsz bennünket egy vigyázó életre. Urunk, bocsáss meg, amikor óvatlanok voltunk. Bocsáss meg, amikor beengedtünk olyan gonosztól való dolgokat, amik aztán megszédítettek, vagy éppen padlóra küldtek bennünket. Bocsáss meg, Urunk, amikor ezek miatt megszégyenülve kellett eléd állnunk, és megszégyenülve álltunk mások előtt is. Urunk, hadd imádkozzunk ma délután azokért a lelkekért, akik még gonoszt gondolnak. Azokért, akikben nem lelet tetszésedet. Ha látsz ilyet a mi lelkünkben, ha találsz ma ilyen dolgokat, kérünk, tisztíts meg azoktól. Segíts, hogy állandóan ott álljunk előtted, és ne féljünk attól, hogy te megvizsgálsz. Ne féljünk attól, hogyha rostába teszed az életünket. Ne féljünk attól, hogyha nevén nevezel dolgokat, mert ezek mind-mind a mi javunkat szolgálják. Urunk, hadd könyörögjünk azokért, akik megtorpantak az üdvösség útján. Hadd imádkozzunk azokért, akik tétováznak az elindulással.
és ott van előttük a lehetőség a megtérésre, de még nem hoztak döntést. Hadd könyörögjünk mindnyájunkért, hogy ne ringassuk el magunkat abban, hogy mi mindnyájan jó helyen vagyunk, hanem mindnyájan hadd legyünk ott előtted, és hadd legyen megújult életünk. Köszönjük, Urunk, hogy tartod-e szereteted. Hadd legyen részünk ebben most is, és az elkövetkezendő héten is. Te vezess, te táplálj, te mutass utat, és te igazgass bennünket azon az úton, amire te hívtál. Hallgass meg minket, Urunk, és hallgass meg, kérünk, a most csendben elmondott imádságainkat is. Hallgass meg, kérünk, Urunk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Övé legyen a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen.